Halló, sziasztok, szép napot minden magyarnak határon innen és túl, ez itt a Bitcoin hírek szaszával, néha igazam van, néha tévedek, de mindig hozom a tényeket. És akkor kezdjük is a Mester 3-assal, hogy már lájkoljatok, osszátok meg a videót, illetve iratkozzatok is fel a csatornára, aki még új, annak ajánlom, hogy olvassa el a videók alatti leírás, nagyon sok hasznos információt találtok benne. Aki pedig még részletesebb információkra kíváncsi, annak ajánlom, hogy nézzen fel a kriptodára. És akkor el is érkeztünk a Bitcoinhoz, 36 ezer dollárnál, itt e körül mocorog, 36 közt mocorog már egy-két napja. Nézzük is meg kisebbe, hogy mit csinál jelenleg 4 órásban. Hát kicsit lentebb lehetne húzni, ugyebár itt az alja már akár lentebb lehetne, de akkor ezzel nem érintkezne. Hát már nem húzogatom át ezt a vonalat, Satzper kb. Itt a környékén kalamol valahogy, így jár, de egy 36-35 közt, ugyebár. Itt mocorok, hol van, itt van rajzolóka. Itt a 36, 35, 36, 35, 36, 35, fél 36. És akkor itt vagyunk most az elmúlt órákban, vagy napokban, úgymond. Úgyhogy én most is jelenleg egy 36 ezer dollár környékénél áll. Nézzük meg napiba, hát a 35-öst alatta egy kicsit kintebb húzom, mert lehet, hogy még el fog itt szórakozni egy ideig, meg ilyenkor már gyanús szokott lenni egy pillanat, ezt azt mondja, hogy így gyere mondjuk jobbra ennyit, jó. Gyanús szokott lenni, hogyha van egy 30-40 ezer közti zóna, és akkor a tetejét, a felét azt már kijárta itt a tetejét a 35-40 ezer köztit, lehet, hogy át fog vándorolni az aljába a 30-35 ezer köztibe is. Majd meglátjuk, ugyebár az lenne a jobb, ha inkább szintet nőne, és akkor ezért következő átmenne már végre legalább a 40-45 közé. De meglátjuk majd, hogy mi lesz. Hát hosszú távon úgyse kell félni, de rövid távon lehetnek még ilyen ármozgások, melyek a 30-ig, de még ezért 28-ig, sőt, legrosszabb esetben még vagy 23-ig is lemehet, hogyha arról van szó. Hát nem túl valószínű, de bármi megtörténhet hosszú távon, így is úgy is felfelé fogunk menni. Hol van? Ha 41.300-nál van most már a 200 napos mozgó átlag, RSI még mindig lent van. Azt mondja, hogy mit mond 39-nél, oké, bőven van hová növekedni felfelé. Ha meg lefelé megy, hát akkor meg csak még jobban kell venni zöld vonalat, nem sokáig fog, pár hónapig, ha lesz a zöld vonalat, nagy valószínűséggel egy fél évet, már nem valószínű, hogy ott fog tölteni, ha esetleg egyáltalán lebírná valaki szakítani addig. Nem sok esélyt látok rá, de azért vidd egy gondolattal, kósza gondolattal el kell játszani. Illetve még az is lehet, hogy visszavándorol a háromszögbe most itt mai nap folyamán, aztán csak felfelé törik ki, az lenne már ildomos. De hát ahogy már nézzük a gyűjtögető, lerázói zónát itt az alján, még lehet, hogy el fog pattorászni egy ideig 40 alatt. Ki tudja, na jó, most már túlmagyaráztam, tényleg nézzük tovább, azt mondja, hogy körülöttünk hiába nézek szét, hát semmilyen piac nem működik, csak a kriptopiac működik hétvégére, többi mind bezár hétvégére. Úgyhogy nézzük meg az Ethereum, mely 2701 dolláros áron kapható jelenleg, és 2,7%-ot nőtt a mai nap folyamán. Aha, a vonal K-ján ő is itt mocorog felfelé, hát kb. Ugyanazt mutatja, mint a Bitcoin, neki is akár ide egy vízszintest is behúzhatnánk ilyen 2850 környékére. Ja. Ahogy látom, 2900-ra valahol ott van az teteje. Jó, kicsit kisebb megnézve, Ethereumot, ó, egész szépen követgeti le itt a vonalát. Hát ez a pár milliméterek jobbra-balra, az mindig vannak kilógások Bitcoinnál és Ethereumnál is. Na jó, legyen ennyi, és akkor haladjunk is tovább a többivel. Azt mondja, hogy vissza a Bitcoinra, és akkor nézzük, ó, mi van nekem, mire terül. Jaj, Wyckoff Accumulation Pattern. Igen, és akkor... Pök-pök, de hát ez már harmadik plafon volt, vagy nem a harmadik plafon volt, a jó Isten. Tudja, hát most legrosszabb esetben nem tudom, hogy hol tarthatunk, itt valahol a B-fázisba lehetünk nagy valószínűséggel, még azért a napiban, napi szerint a B-be, és akkor inkább napit érdemes nézni. Na jó, haladjunk is tovább. Azt mondja, hogy Bitcoin 8,3% volt tegnap az intézményeknél, illetve országoknál 8,03% még jelenleg is. És akkor itt látjuk stock to flow-ba, ugyebár soha nem volt még, soha nem esett le nullára, attól senkinek nem kell félni, hogy nullára esik a Bitcoin, mindig 4 évente 10-szer annyit ér, mint amit 4 évvel előtte ért. És akkor most itt a burrának a közepén vagyunk, azt mondja, hogy június 5-e, igen, az a tegnapi egy 35.400 dolláros ára, az állt meg itt. Na hát lassan már húzhatnánk fel tovább, de majd meglátjuk, mennyire próbálják manipulálgatni a piacot, végül úgyis az lesz, hogy felvegyünk. Azt mondja, hogy a kifejezésekre hányan keresnek, a
Bitcoinra 42%, kriptóra 12%, Ethereumra 11%, kicsit elülőbe van a tendencia a Google-ön történő keresések terén. Azt mondja, hogy piaci értékek kezdve az Ethereummal, az Ethereum 2 helyett nőtt, 313 billió dolláros a piaci érték és 2700 dolláros áron kapható, megelőzte a PayPal-t, meg a Rost vagy Rosét, most a Walt Disney-t kell majd legközelebb megelőznie, ő van előtte jelenleg. És a top 10-ben a Bitcoin tartja a 10. helyét, hát de éppek csak egy 7 billió dollárral van csak a Berkshire Hathaway előtt. A Bitcoin jelenleg 600, Bitcoinnak jelenleg 675 billió dolláros a piaci értéke, és 36.046 dolláros áron kapható. Mit jelent ez magyar forintban akkor? 10 millió, 200, mondjuk 50 ezer forintot ér jelenleg egy darab Bitcoin. Tranzakciós díjak emelkedtek, majd sem. Bitcoin cash még mindig 50 fillér, Bitcoinben meg egy 800 forint a tranzakció, most nincs olyan nagy tömeg, most olcsóbbak a tranzakciós díjak is. Azt mondja, hogy egy kis bányászás, S19-es ASIC nagygép, 110 terahesses, mennyi, hány dollár profitot termel napi szinten, 18,8 dollár profitot, egy picivel lentebb, 19 körül, tegnap talán 20 volt, illetve egy 3080-as Nvidia videókártya Ethereumra, ő pedig 5,2 dollár profitot termel. Mind a kettő magyar áramárak mellett. És akkor nézzük is a top 10-et. Na, egy frissítés, azt mondja, hogy a kriptovaluták összpiaci értéke 1,64 trillió dollár, ebből a bitcoinnek a piaci részesedése 41,2%, az Ethereumé pedig 19,1%. Hát ez megint 60,3, úgyhogy 39,7% van a többi kriptóba. A teljes piac egy, hát 0,36%-ot növekedett a mai nap folyamán. Azt mondja, hogy első helyen a Bitcoin jelenleg 36.072 dolláros áron kapható, az elmúlt 24 órában egy 0,25%-ot csökkent, éveleje óta pedig 23%-ot nőtt. Második helyen az Ethereum jelenleg 2697,5 dolláros áron, mondjuk 2700 dolláros áron kapható, az elmúlt 24 órában 2,5%-ot nőtt, éveleje óta pedig 270%-ot nőtt. Harmadik helyen a Tether mindig 1 dollár, negyedik helyre visszaesett a Binance Coin, jelenleg 391 dolláros áron kapható, az elmúlt 24 órában 1,5%-ot csökkent, éveleje óta pedig 932%-ot nőtt. Harmadik helyen Cardano, az ADA jelenleg 1,68 dolláros áron kapható, az elmúlt 24 órában 0,3%-ot, mondjuk 1,5%-ot csökkent, éveleje óta pedig 859%-ot nőtt, miért nem mozognak itt a számok. Na mindegy. Hatodik helyen a Dogecoin jelenleg 0,371 ezred dolláros áron kapható, az elmúlt 24 órában 1%-ot csökkent, éveleje óta pedig 6432%-ot nőtt. 7. helyen az XRP jelenleg 0,939 ezred dolláros áron kapható, az elmúlt 24 órában egy 0,25%-ot nőtt, éveleje óta pedig 295%-ot nőtt. 8. helyen az USDC mindig 1 dollár, 9. helyen a Polkadot, jelenleg 24,3 dolláros áron kapható, az elmúlt 24 órában egy 0,25%-ot nőtt, éveleje óta pedig 192%-ot nőtt. 10. helyen a Uniswap jelenleg 26 dolláros áron kapható, az elmúlt 24 órában 1%-ot nőtt, éveleje óta pedig 447%-ot nőtt. 11. helyen az Internet Computer, 12. helyen a Bitcoin Cash, 13. helyen a Chainlink, 14. helyen a Litecoin, 15. helyen a Solana, jó, mindjárt megelőzi a Litecoint, 16. helyen Polygontól a Matic, 17. helyen a Binance USD, 18. helyen a Theta, 19. helyen Stellartól az XLM, 20. helyen VeChain, 21. Ethereum Classic, 22. Wrapped Bitcoin, 23. Filecoin, 24. EOS, 25. Tron, 26. Monero, 27. DAI, 28. AV, 29. Neo, 30. Maker. Oké, azt mondja, hogy nézzük tovább. Jó, eljöttünk a vasárnaphoz, hétvégi összegzés, 21. heti zárás. Mennyit? Egy 5%-ot nőtt a portfólió. Aha, jó, de fel is felírtam meg magamnak is. Külön hetente ezt méregetem, de ide a haviakat kiírtam oldalra. Ugyebár egyszer, kezdjük az alapoknál. Nekem egy bitcoinom meg egy ethereumom van a fizikai pénztárcán is, amellett a Binance-en van külön ez a portfólió. Egy negyed bitcoinnal indítottam 0,25-tel még március elején. Hát már február végén kicsit játszottam, de akkor csak egy-kettőbe, engine-be, meg ilyesmi, egy-kettőbe tettem, nem volt az még portfólió. Februárban úgy március elejére állt össze igazán. És akkor itt, hogy mennyi USA dollár van benne, vagy USDT, Tether, az most perpő nulla, mert most az aljánál vagyunk, én úgy döntöttem, úgyhogy megvettem a Fizuból, ahogy ezért Ilonka csinált 5%-os akciót. És akkor 10, mivel van 10%, 5%, 4%, 3%, 2%, 1% bónusz teszt a KuCoinon, portfólión kívüli szüttyögű sírességek,
portfólión kívüli kirakott lelassultak, illetve portfólión kívüli figyelősek mind itt vannak. Ugyebár a Szaszogyi 50-et, az S&P 500 alapján a Szaszogyi 50-et akarom megcsinálni, és olyan 38-nál járok, amennyi kriptó van a portfóliumban, a Bitcoin meg az Ethereum-ot leszámítva. Úgyhogy még 12-t kell majd itt hozzá válogatni a maradékokból. Még lesz egy pár hónap, mire azokból is bele tudok tenni, illetve most felfelé már akarok majd profitot kivenni, hogyha megyegetünk felfelé, az árszájuk magasan nőnek, akkor komolyabbakból fogok profitot kivenni, és akkor visszaveszem őket olcsóban, vagy csak megtartom külön, és akkor abból fogom venni a maradékot az a G50-hez. Na de ami a lényeg, ugye már március elején egy negyed bitcoin volt benne 0,25, április elején már 0,35, május elején már 0,45, most június elején, most meg már 0,54, mondjuk úgy 0,538. Úgyhogy egy tized bitcoint ezért növöget folyamatosan havonta kb. És közben ugyebár mekkora, hát a felére leesett, turták, letolták a bitcoinnak az árát a felére, ugyebár jött itt a mocsokbomba, csinálta, kezdte Elon Musk, meg aztán rátett az összes izény nagybank, meg minden, hogy olcsón tudjanak bevásárolni, és még mindig duplájában van az altcoin portfólió, mint amennyire márciusban vettem kb. Jó, hát valamennyit tettem, ha jó, majdnem duplá, mondjuk 40% plusz van, vagy ilyesmi, mert havai fizunként, vagy egy 0,02-t az bele tudtam még pakolgatni. De úgyhogy ezzel lehet számolni, nagyon jól hozza az altcoin portfólió, úgyhogy mindenkinek ajánlom, hogy 50 bitcoin, 50 alt. Én 80-20-szal kezdtem, és akkor most már hát egy bitcoinom van, ez meg már 0,5, most már egy olyan 65-35 valahogy így van, és a bitcoinom az csak el magának, már 20% altcoin megnőtt 35%-ra. Úgyhogy jó, ezek a lényegek, innen lehet nyugodtan válogatni, ajánlom mindenkinek jobb szélső táblában a legkomolyabbak, de még a bal szélső más, mindenki kezdő az is, de ha valaki csak párat akar venni, akkor ezekből ajánlok inkább, akik itt 3%-nál nagyobbak, mert a mindenkit 2%-kal kezdek, mindenki 2%-kal kezd az aktuális árhoz képest. Vannak itt is azért még mély körült is lehet ajánlani, meg ez az, az mindegy, most nem is megyek bele. De itt azok, itt akik már bizonyítottak, ők már többszörösen túlnőttek azon, amit beletettem, ugye már 2%-on kezdtek, hát aki 10%-on, Matik, ő már fő 5-szörös szorzót hozott, de hát már is adtam belőle majdnem a felét, vagy érzni 40%-át már eladtam a Matiknak, tehát vagy fő, még majdnem 10-szörös szorzót, 8-10-szörös szorzót csinált már nekem a Matik. Oké. Azt mondja, hogy jó, haladjunk tovább, mindenki meg tudja nézegetni itt a dolgokat, illetve hogy nőttek a statisztikát, ezért altcoin portfóliómnak most már mutogatom azt is inkább most. Nem érdekel, hogy benne van ennyi pénzem, meg annyi pénzem, meg kinek, hogy ezzel nektek is segíteni akarok, hogy lássátok, hogy nő. Én meg tudtam tenni, ennyit bele tudtam tenni, egy negyed bitcoint, 3 hónapja és jelenleg itt áll ahhoz képest. És közben óriási nagy korrekció volt, ugye. Ugyanott vagyunk, ahol már, sőt, még márciusnál rosszabb áron vagyunk, lentebb vagyunk, mint a márciusi ár bitcoin árba. Hát januári árakon van a bitcoin most jelenleg. Tehát itt már 47 ezernél, vagy hogy volt? Tehát gyorsan pillanat, ezt meg is nézem, ezért március 7-e, az hol 47-nél, vagy hol volt? Március 6-a, itt vettem, nem 7-én, 6-án, 7-én írtam fel szerintem, de 6-án vehettem, itt pont az aljába. Itt vettem, és akkor 47 ezer dolláron volt a bitcoin, amikor beletettem ezt a negyed bitcoint az altcoin portfólióba. Most meg a 36 ezer dolláron van a bitcoin, 11 ezerrel kevesebb. Hány százalékos csökkenés az azóta? Azt, na, nem pöttyöt akartam. Pillanat, na még egyszer azt mondja, hogy igen, 22%-ot csökkent, 22 és felett mindegy 23-ot, egy 20%-ot csökkent a bitcoin azóta, mióta beletettem ezt a 0,25-öt, és a altcoin portfólió meg plusz 100%, na jó, plusz mondjuk 40%-ot nőtt, vagy ilyenek. Ja nem, plusz 100, várjál, mert nem plusz áll, plusz 80%-ot, vagy ilyesmit nőtt, a bitcoin mínusz 20%, az altcoin portfólió plusz 20%. Ez elmúlt 3 hónapban. Úgyhogy, mindenképp érdemes. 50 bitcoin, 50 alt, ezt nagyon ajánlom mindenkinek, Béla is azt mondja. És akkor nem fog sírni a szája senkinek, hogy jaj, a bitcoinom már nem ér annyit, mert az altcoinok mellette hozzák a már. Ha az egyik nő, akkor annak körül az ember, másik nő, annak körül az ember. Ha meg az egyik nő és abból nincs az embernek, csak a másikból van, akkor meg sír a szája, hogy jaj, hát de az enyém nem nő annyit. Pont a másik megy, az enyém meg nem megy. Ezért kell mindenből színesíteni a portfóliót, mindenből legyen egy kicsi. És akkor bármelyik nő, akkor csak akkor is nyersz, ha ez nő, meg akkor is nyersz, ha az nő. Úgyhogy portfólió, altcoin portfólió. Na jó, haladjunk is tovább. Solanánál 450 milliót dobtak össze a Solanának. Na ez már összeg. 100 millió fölöttiek azok összegek, ez már majdnem
Majdnem, hogy fél billió dollár, ez nagyon kemény. 450 milliót dobtak össze a Solanára. Solana az Ethereum gyilkos, úgy is hívják, hogy az Ethereum gyilkos meg fogja ölni az Ethereumot. Annyira megy a Solana. Hát az Ethereum 20 tranzakciót tud megcsinálni másodpercenként végrehajtani. A Solana meg 50 ezret. Úgyhogy nagyon komoly nyomja, csak a kis csapat királyul tolják. Most is ugye bár, ahogy ment le a Bitcoinnál, tegnap is még a Solanát akkor is nyomták. Az FTX-től is Sam Bankman-Fried, vagy hogy hívják? Na mindegy, ő is az FTX kriptotőzsdének a vezérigazgatója, Sam Bankman-Fried. Sam Fried, Bankman-Fried talán úgy hívják, na mindegy. Ő is nyomja ezerrel a Solanát, meg támogatja meg minden, meg gondolom tolják is bele a pénzeket, meg ez amúgy, hogy a Solanát, mondom, hetek óta mondom, hogy Solanát kell venni. Úgyhogy aki még nem vett, annak lassan tényleg itt lenne az ideje. Amikor szóltam, hogy nulla, vagy mézé, 44 dolláron volt a Solana, hogy másnap jön ki a Coinbase-en, ahhoz képest most 43-on, 42,7-en van. Tehát már majdnem ugyanott tart, és akkor megint amikor szóltam, 41 ezernél voltunk, vagy 42 ezernél, valahol itt. Most meg 36 ezernél van a Bitcoin, és a Solana már majdnem ugyanannyit ér megint, mint amennyit a 41 ezeres Bitcoin ár mellett ért. Úgyhogy ilyenek vannak, azért is viszem itt az altcoin portfóliót, meg figyelem, meg próbálom nektek is mondani az infókat folyamatosan, mert oda kell figyelni erre az egészre, hatalmas lehetőség van benne. Oké, jaj, már megint nem fogja a fordulást mutatni, mert újra tölti magát. 46-87-115. Hát így talán egy kicsit erősödött az Ethereum a Bitcoinhoz képest, mondjuk azt, miért nem hagyta meg a tegnap értékeket, na mindegy. DeFi tegnap 65 billió volt DeFi belekötve, ma pedig megelőzett már, igen, ma pedig már 66,5 billió dollár van DeFi-ban lekötve. Azt mondja, hogy Coinbase-en jött ki valami újdonság, semmi, csak a Doginak a párjai. Oké, mit néznek a legtöbben CoinMarketCap-en? Jó, és még Ilonka is, na de legalább már az élvezős rakéta már esik le, ma már legalább 20-22%-ot csökken, mert még azzal is azt is nyomja, Ilonka is ott trollkodott még vele, fúj. Na jó, azt mondja, hogy szerencsejátékos Bitcoin kell, hogy legyen a portfólióban. Szenzó, az lehet, hogy valamit csinál, a Safemoon a szerencsejátékos, a Dogecoin van a portfólióban, szerint a Szenzót megnézem, hogy mit csinál, mert az még egy dolláros az ára, még lehet, hogy tud is valamit. 854. nem túl jó hír, mit tud, semmit nem tud, hát akkor kösz szépen, ennyi volt. Nézzünk rá még, hogy az ár diagramja, hát jó, oké, valamiért pakolják bele a pénzeket, az égvilágon semmit nem tud, ilyenekkel nem foglalkozok. Jó, és akkor nézzük is az ár diagram elemzéseket. Azt mondja, hogy a Matic 1,56 dolláros áron kapható, jelenleg 2,5%-ot nőtt a mai nap folyamán, kicsit tovább húztam ezt a háromszögét, hogy lássuk merre halad. Most lement a 20 napos mozgó átlag alá. Jó, hát a Bitcoin meg 200 napos mozgó átlag alatt van, Matic még csak épp, hogy a 20 napos alá. Oké, hát másfél dollár az nagy valószínűséggel lélektani határ lesz. Jó, de hányszor tartottam már meg, lélektani határ lesz az a másfél dollár. Ez be is kéne neki majd húznom. Ó, ma már megint nem fogom a számokat. Vagy lehet, hogy majd a híradó utána meglátjuk, mennyire mihez lesz erőm. Egyelőre haradjunk tovább. A Dogecoin 0,371 ezer dolláros áron kapható. Kb. Ugyanott való éjfélkor indult. 0,1%-ot, 2%-ot csökkent. A 20 napos mozgó átlagánál tartja magát jelenleg. A Solana 42,8 dolláros áron kapható. Püü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 ü 7,5-8%-ot nőtt a mai nap, még 43-on is volt egy, nem tudom, egy 5-10 perccel vagy fél órával ezelőtt. Úgyhogy 7,5%-ot lazán nőtt a Solana, úgyhogy aki még nem vett, annak már tényleg itt lenne az ideje. Oké, azt mondja, hogy Teta 9 dolláros áron kapható, és egy 0,25%-ot nőtt a mai nap folyamán. Oké, 20 napos mozgó átlaga fölött, jaj nem, 50 napos mozgó átlagánál üldögél még, a 20 napos még nem jött vissza neki. Oké, azt mondja, hogy Binance Coin 391 dolláros áron kapható, egy 0,25%-ot nőtt a mai nap folyamán, 100 napos mozgó átlagán. Bitcoin Cash 654 dolláros áron kapható, egy 0,5%-ot nőtt a mai nap folyamán, jó, még csak a 200 napos mozgó átlagán. Az Engine Coin 1,48 dolláros áron kapható, 2%-ot nőtt a mai nap folyamán, 200 napos mozgó átlaga fölött egy picivel.
Az ADA 1,68 század dolláros áron kapható 1,5%-ot nőtt a mai nap folyamán. Ő még a 20 napos mozgó átlaga fölött van, még mindig nagyon stabilan tartja magát az adat. De hát hova mozogna az ára, amikor 71%-a le van kötve kamatoztatni, stékelni, kisöveszik az emberek, úgyhogy az ADA az hogyha valamit megtart, akkor ott tartja is azt az árat. Jó, jó ideig szüttyögött itt tartott a 3 hónapig ezt a 1,5 dollár, 2 dollár közti árat is, vagy nem is másfél, inkább 1,4, de hát mindegy, 1,5 meg 1 dollár közti árat mondjuk úgy. Jó, na haladjunk is tovább, azt mondja, hogy Polkadot 24,2 dolláros áron kapható 1,5%-ot nőtt a mai nap folyamán. Még csak most kezd kicsit felkapaszkodni a 200 napos mozgó átlagára. A VeChain 0,131 ezer dolláros áron kapható 5%-ot nőtt a mai nap folyamán. A 100 napos mozgó átlaga fölött van egy kicsivel, azt mondja, hogy a kék, a cake 18,5 dolláros áron kapható. Na hát mennyire visszajött? 2%-ot, 2,5%-ot csökkent mai nap folyamán a cake. Leesett a 100 napos mozgó átlaga alá azért valamivel. Jó, a Runa 10,6, atya úristen, dolláros áron kapható, ő is mennyire akciós, nagyon kemény. És ugyanott van kb. A léfélkor indult, 1,1%-ot nőtt. A 100 napos mozgó átlaga alatt egy valamennyivel, egy kicsivel. BitTorrent token 0,004 ezred dolláros áron kapható, egy 0,25%-ot nőtt a mai nap folyamán, hát itt meg pirosban van, na mindegy, kb. Ugyanott maradtak, a léfélkor indult. 100 napos, illetve 200 napos mozgó átlaga közt van jelenleg. Azt mondja, hogy Harmonytól a van 0,094 ezer dolláros áron kapható, 1%-ot nőtt a mai nap folyamán, 100 napos, 200 napos közt van, ő is leesett a lélektani 0,1 alá. Azt mondja, hogy az Anker 0,102 ezred dolláros áron kapható, 1%-ot nőtt a mai nap folyamán, 100 napos, 200 napos közt. XRP 0,939 ezred dolláros áron kapható, 1,5%-ot nőtt a mai nap folyamán, 100 napos, 200 napos közt. Az XLM 0,38 dolláros áron kapható, 1,5%-ot nőtt 200 napos alatt egy kicsit. Ethereum Classic 64 dolláros áron kapható, és 1,5%-ot, 1%-ot, 1,5%-ot nőtt a mai nap folyamán, 50 napos mozgó átlagár üldögél. A Filecoin 86,86 dolláros áron kapható, 1,5%-ot csökkent a mai nap folyamán, kicsit korrigálgat, vagy megállt, pedig itt 4 napja nőtt 27%-ot is egy nap alatt. Azt mondja, hogy most jelenleg a, hát igen, 100 napos, 200 napos közt van, ezt a visszafordult 20 napost azzal nem is számolok, 100 napos, 200 napos közt van. A Tron 0,077 ezer dolláros áron kapható, és 1,5%-ot, 2%-ot nőtt a mai nap folyamán. 200 napostól egy kicsit elmozdult felfelé. Az AV 360 dolláros áron kapható, 1%-ot nőtt a mai nap folyamán, 100 napos, 200 napos közt. A Neo 60, hát 67 dolláros áron kapható, 2,5%-ot nőtt a mai nap folyamán, 100 napos, 200 napos közt. A Maker 3591 dolláros áron kapható, 1%-ot nőtt a mai nap folyamán, ő az 50 napos és 100 napos mozgó átlaga közt van. A Kusama 413 dolláros áron kapható, 2,5%-ot nőtt a mai nap folyamán, még a 20 napos mozgó átlaga fölött van. Az Atom 15,1 dolláros áron kapható, a Cosmos 1,5-2%-ot nőtt a mai nap folyamán, ő csak most próbál felmászni a 200 napos mozgó átlagára. A Tezos 3,63 dolláros áron kapható, 6%-ot nőtt a mai nap folyamán, na már kezdve kicsit belendülni a Tezos, neki agresszívabban meg kell indulni, mert ő 350 napos mozgó átlagán üldögél még csak. Azt mondja, hogy Jörn Finance 44.248 dolláros áron kapható, 5%-ot nőtt a mai nap folyamán, na végre már jövöget fel, a 100 napos mozgó átlagára majdnem felkapaszkodott. A Holotoken 0,0084 tízezer dolláros áron kapható, 2,5%-ot nőtt a mai nap folyamán, hát 100 napos, 200 napos köz, kicsit közel a 200 napos, közelebb a 200 naposhoz. A Chili's 0,265 ezer dolláros áron kapható, 1,5%-ot nőtt a mai nap folyamán, majdnem 2%-ot. 200 napos mozgó átlagán üldögél jelenleg, jövő hét végére remélem meghúzza a foci EB, majd meglátjuk. Ha nem, akkor hosszú távon nem fogom benne tartani a portfólióba. A Waves 15,76 dolláros áron kapható jelenleg, 11,5%-ot nőtt ma a Waves, úgyhogy szépen jövöget fel. A 100 napos, 200 napos mozgó átlaga közt, ma már elrúgta a 200 napostól magát. A Helium 14,22 dolláros áron kapható, és hát mondjuk 0,5%-ot, 1%-ot nőtt a mai nap folyamán.
50 napos, 100 napos, közelebb az 50 naposhoz a BÉK 3,72 dolláros áron kapható. Tyó, 2%-ot csökkent a mai nap folyamán, az 50 napos mozgó átlaga alá lement egy kicsivel. A nem a csorogálnak idő, a pénzek csak kapjon erőre, a Binance Coin tolja le utána majd az saját részébe tovább. Az Árvév 15,77 dolláros, 77 dolláros áron kapható, 3,5%-ot nőtt a mai nap folyamán, hát még épp, hogy kezdi a 200 napostól minimálisan távolodni, még inkább csak üldögél a 200 naposon. Vazirix 1,74 dolláros áron kapható, és 2%-ot nőtt a mai nap folyamán. Ő a 100 napos mozgó átlagán üldögél per pill. Az AVA 2,89 dolláros áron kapható, és 1%-ot nőtt a mai nap folyamán. Jó, ő még a 200 napos mozgó átlaga alatt van mindig. A sereghajtók portfólióba Phantom, de hát őket pont akkor vettem 41 ezernél, mielőtt még egy hatalmasat szakítottak, ami brutálisat levett az altoknak az értékéből. Na mindegy, de hát akkor ők is 2%-kal szálltak be, tehát csak hát pont rosszkor. Azt mondja, hogy a Phantom 0,336 ezred dolláros áron kapható, 7,5%-ot nőtt a mai nap folyamán, jöveget fel a 200 napos mozgó átlaga fölé. A Venus 29 dolláros áron kapható, 1,5%-ot nőtt a mai nap folyamán, nagyon lent van a Venus. Nem olyan, hát vagy pont most ajánlom, nem tudom, a franc se tudja. A Binance-nek életre kell kelnie, vagy egy kis erőt gyűjteni, és akkor meg fog indulni a Venus, de egyelőre nagyon padlón van. A Koti 0,228 ezred dolláros áron kapható, és 5%-ot nőtt a mai nap folyamán, 200 napos mozgó átlagát már nyújtózkodik érte, de még nem sikerült komolyabban vagy stabilan felülni rá, de épp azt próbálja jelenleg. Bónusz teszt a Kucoinon, egy Telcoin 0,030, hát vagy hát legyen 0,32 ezred dolláros áron kapható, 1,5%-ot nőtt a mai nap folyamán, még mindig a 20 napos mozgó átlagán tartja magát. Nem nagyon bírják lentebb vinni. Jó, portfólium kívüli szütyögű hírességek, a Uniswap 25,8 dolláros áron kapható, 1,5%-ot nőtt a mai nap folyamán, 100 napos, 200 napos közt. Chainlink 27,3 dolláros áron kapható, 1%-ot nőtt a mai nap folyamán, 200 napos mozgó átlagánál üldögél. Litecoin 176 dolláros áron kapható, 2%-ot nőtt a mai nap folyamán, még mindig a 200 napos, meg a 350 napos mozgó átlaga közt. A portfólión kívül lelassultak, hát a Lunára kíváncsi vagyok, mert ők lehet, hogy majd vissza fogom venni, de annyira brutálisan leesett, egyáltalán nem látok semmi, hónapok óta nem látok semmi erőt a Lunába. Március óta nem látok benne komolyabb erőt, amikor megvettem pont a legszarabb, legmagasabb áron, azóta úgy nem igazán látni benne, egy minimális. Itt volt egy kicsit április, hát mert itt április 18, hát amikor a vörös vasárnap volt, utána megpróbált egy kicsit visszatérni, de azt sem bírta megtartani, mert utána megint húzták le az árat. Utána akkor jött Ilonka, meg a mocsokbomba, és akkor megint lement, de most megint nem bír felhúzni, toldalazgat. Úgyhogy én nem fogom, figyelgetem majd, mert figyelem majd a Lunát, meg hát benne van a top 50-ben, ha még benne van a top 50-ben. Pillanat, mindjárt megnézem, hol van egyáltalán Luna, valahol 43. hely környékén volt. 44. hely még tartogatja magát, de még az is lehet szerintem, hogy kifogyasni a top 50-ből, na majd meglátjuk. Egyelőre én most nem nagyon favorizálok vele, nagyon egy gyengusznak uratkozik már egy negyedé vagy három hónapja, nagyon gyengécske. Oké, valaki nőtte komolyat? Nem. Itt a portfólión kívüli figyelősökből kinőtt komolyat se. Ez a CKB, ami tegnap felment, az azért nem kell túlzásba, azért nem volt annyira az elején a vásárlóistának. Mindennyire csökkent 6,5%-at, de hát tegnap megnőtt 20%, jó, meg át rengeteg egyet nőtt. Hát itt nőtt, nem tudom, 1, 2, 3, 4 nappal ezelőtt 20%-ot, 3 nappal ezelőtt 25%-ot, 2 nappal ezelőtt 13-at visszakorrigált, csökkent. Tegnap megint nőtt, vagy majdnem 25%-ot, 23-at, ma megint ezért korrigál 6 és felett. Úgyhogy jó, hát most már bevásárolista elején ott van, úgyhogy valószínű, hogy a következő kanyarba, ha lesz valami tőke, fogok venni belőle. A propin nagyon látszik, hogy egyik nap felmegy 20%-kal, másik nap lemegy 20%-kal, vagy 30-al össze-vissza ugrál, úgyhogy vigyázni a propival. Azt még nem ajánlom senkinek, de nagyon figyelem, mert szeretném, ha ingatlanos kriptók is lennék. Ilyen hülyén néz ki a negyedórás gyertyái. Pik, feltolják, eladják, feltolják, eladják, ilyen, nem tudom, vagy, de hol van ebbe a zöld? Hát ez hogy lehet úgy eladni? Nem értem, hogy működik ez a propi, úgyhogy hosszú távon csak jó lesz, meg kell, hogy legyen majd ingatlanos kriptó, de egyelőre ő csak érdekességnek van itt. Jó, azt mondja, hogy haladjunk is tovább a hírek irányába, és akkor, igen, elértünk a hírekhez, nézzük is, hogy mi mindenünk van mára. Egy kis maradék itt napközben, erről pillanat. Ugye már egyik nagy hír szerintem, aki nem látta, az nézze meg, most adtam ki délbe egy 13 perces
egy kis videót arról, lefordítottam itt, hogy milyen üzenetet küldött az Anonymous, üzenetet küldött ugyebár Elon Musknak, hogy tönkre teszi, lerombolja a kriptotartóknak az életét ezzel a hülyéskedésével, amit ő jó mókának hisz a Twitteren, hogy ilyen marhaságokat írkál ki. Úgyhogy emberére akadt. Most jaj, nem ugrott be azért szinkron közben, de az a magyarul úgy mondjuk, hogy emberére akadt, csak valamiért mindegy nem ugrott be most az Anonymous-szal kapcsolatban. Jó, ebben nem is mennék bele, aki résztesebben kíváncsi rá, az nézze meg azt a 13 perces videót, abban leszinkronizálom az egészet. És akkor Ilonka, hát ilyenek még az Mr. V lesz valami troll, mert mondja Dömu, hogy még neki is trollkodott, hogy $1000 meg ez az amaz mit, hogy adjon meg, fektessen meg hülyeségek. Ez a Mr. Bálna, ezért trollkodik mindenfelé, Cam Rocket, és akkor amit Elon Musk kitett, hogy Kanada, USA, Mexikó, Twitterre kiírta, jó, hogy nem tudta senki, hogy miért, ez lehet, hogy ezért ez a Mr. Bálna bekeretezte, hogy az a cum, az a cam, az az élvezés, ugyebár. Angolul, hogyha egy kezdőbetűket összerakjuk, és akkor Elon Musk kitír, és jó, fantasztikus cikk. És akkor utána a következő, hogy ez Elon Musk is kitwittelte, hogy élvezős rakéta a Holdra száll. És akkor fú, ez az élvezős rakéta, az, ugyebár majd úgy a Holdra szállt, hogy csökkent 22%-ot, de fúj, na mindegy, hagyjuk is ezt a témát. Azt mondja, hogy tovább a mai nap legnagyobb híre, hogy... Ez már valami pozitív lesz, vagy na remélem nem nagyon sikoly arcos lesz, vagy... Valami ebből már csak lesz kezdőkép, mert ami a lényeg, hogy az első ország, aki át fog állni bitcoinra, lehet, hogy El Salvador lesz. Azt mondja, hogy El Salvador elnöke, Nayib Bukele, azt tervezi, hogy a bitcoint, mint egy legális árajánlat, ő új, vagy hogy le akarja tenni a törvényhozóknak az asztalára itt El Salvador, vagy El Salvador átállhasson bitcoinra. Az egész ország, ők lesznek a világ első országa, aki átáll bitcoinra, hogyha ezt eléri. Azt mondja, hogy igen, most a 2021-es bitcoin konferencián Miami-ban, ami most volt ugyebár hétvégén, igen, jelenem is ezt... Igen. A Strike céggel álltak össze, aki segít majd a bitcoin fizetésekbe nekik, és akkor El Salvador az irányba tekinget, hogy ő legyen az első ország, aki hivatalosan is legális tenderként elfogadja a bitcoint, és az ország elnöke, Nayib Bukele bejelentette El Salvador bitcoin támogatását a 2021-es bitcoin konferencián Miami-ban. Bukele rávilágított arra, hogy a cég kapcsolatot alakított ki a Strike nevű céggel, akik egy Lightning Network Lightning Network, a Lightning hálózaton keresztüli fizetéseket lebonyolító cég, amit Jack Mellers alapított. A Lightning Network ugyebár ez a bitcoinnak a tranzakciós díjait csökkenti, meg sokkal több tranzakciót lehet majd rajta végrehajtani, ezt is próbálják bevezetni. Azt mondja, hogy Mellers a Strike-nak a vezérigazgatója, akik segítenek majd El Salvadornak. Azt mondja, hogy a konferencia során... Igen, az a lényeg, hogy mindenhol hallották a idézőjelben a lövéseket a bitcoinnal kapcsolatban, hogy itt volt a konferencia, és akkor a világ szinten mindenhol elterjedt a híre annak, hogy konferencia van, meg létezik bitcoin, és hozzátette, hogy ami nagy átalakító jelentőséggel bír jelenleg, az az, hogy a bitcoin mind a legjobb, legcsodálatosabb vagyonmegőrzés, vagyontárgy, ami megőrzi az embernek a vagyonát, amit valaha is készítettek, és felsőbb rendű a monetáris hálózathoz képest. Az, hogy bitcoin tart valaki, az azt biztosítja, hogy megvédi a fejlődő gazdaságokat a potenciális sokkoktól, rizikóktól, amit a fiat valutáknak, a papírpénzeknek az inflációja, az elértéktelenedése jelent. És következő héten... igen, az El Salvadori elnök azt mondta, hogy következő héten el fogja küldeni a kongresszusnak ezt a javaslatát,
hogy a bitcoint legalizálják El Salvadorban, mármint úgy, hogy hivatalosan az legyen az országnak a valutája, úgymond. Rövid távon ez munkákat fog teremteni, és segíteni fog egyre több embernek pénzügyi lehetőségekhez jutni, mert jelenleg El Salvadornak a 70%-a, a lakosainak a 70%-ának nincs semmi köze a bankrendszerhez, ki vannak zárva a bankrendszerből. Úgyhogy még egy bankszámlájuk sincs, meg semmi egyéb, csak a papírpénzekkel tudnak kereskedni, úgyhogy ez is egy pozitív hatás lesz. És itt mit emeltek ki, amit el is mondtak itt a konferencián, hogy a mi van ebben a beadványban, amit be akar nyújtani a El Salvadornak az elnöke, itt a kongresszusnak, azt mondja, hogy a központi bankok növekedő mértékben olyan lépéseket tesznek, amik károsak lehetnek az El Salvadori gazdaság hatására. Az a lényeg, igen, hogy épp ezért akarnak ők is olyan valutát, amit nem tud, olyan digitális valutát, valutára építeni az egész országot, amit nem tudnak kontrollálni, egyik központi bank sem tud kontrollálni. Úgyhogy ez a lényeg az egésznek, ezért akarnak átállni, hogy ne tudják, mert ugyebár csinálják a műinflációt, USA-ban mindenhol még szankciókat adnak ki, ezzel azt, hogy lenyomják a víz alá szerencsétlen kisebb országokat, nem bírnak életben maradni se, olyan adósságot tesznek a vállukra. És azt mondja, hogy egy jó, és akkor igen, valaki válaszként írta is rá Twitteren, hogy egy kis lépés a bitcoin számára, de egy hatalmas ugrás az emberiség számára. Köszönhetően Jack Mellernek mai nappal történelmet írtál, vagy történelmet írtatok, hogy ugyebár El Salvador lesz az első ország, ha minden igaz, aki bitcoin alapú lesz. És akkor El Salvador egyébként nem egy nagy vasszis, de az ilyen 6 millió laknak ott, ahogy néztem. Azt mondja, hogy... Na hol van már? Igen, 6 millió, 6,5 millió laknak ott. Egy ilyen aprócska itt egyébként Észak-Amerikának, hát vagy Közép-Amerika, ha úgy mondjuk mindegy. Mexikó alatt egy ilyen picike kis ország egyébként El Salvador 6 millió laknak ott, de lehet, hogy ők lesznek világszinten az elsők, akik átállnak bitcoinra. Azt mondja, hogy Miami polgármestere maga biztos azzal kapcsolatban, hogy a kriptovalutákkal kapcsolatos szabályozási problémák, azok meg fognak oldódni. Azt mondja, hogy meg kell venni az alját. Ezt mondta már tegnap előtt, amikor megnyitotta a Bitcoin konferenciát Miami-ban. És Miami nagy erőkkel próbál Bitcoin központtá válni. Azt mondja, hogy igen, a konferencián pénteken, júj, vagy már tegnap, igen, tegnap előtt azt mondtam, ja, már pénteken a konferencián, már igen, beszélt Miami polgármestere és Francis Suarez, és azt mondja, hogy elsőként Miami volt az, aki feltette Satoshi Nakamoto-nak a white paper-ét, ugyebár a leíratát a Bitcoinnak a kormányzati weboldalra, és azt mondja, hogy mi voltunk az első az országban, mi voltunk az első, mert abban, hogy támogatjuk és építjük ennek a generációnak a technológiáját, mi voltunk az elsők, mert megértjük, hogy ez egy kutatási, experiment, kísérletezési, kísérletezgető világ, és az emberek a legjobbat keresik az életminőségük terén. Mi azért is voltunk az elsők, mert megértettük az átalakításban rejlő pozitívumokat, azzal kapcsolatban, hogy mit jelent, hogyha mi vagyunk az elsők ezen a téren, egy folyamatosan változó technológiai világban, és azért is elsők voltunk, mert ebben a városban őszintén megértjük, mit jelent a központ központjának lenni. Ebben az esetben a bitcoinnak a központjának lenni. És nem fogunk megállni itt, megértjük, és őszintén hisszük, hogy integrálódnunk kell, be kell kapcsolódnunk, ugyebár nekünk is a bitcoinnak a rendszerébe, és rizikókat kell vállalnunk. És
Így megkértem a városi vezetést, hogy engedélyezzék a városunk számára, hogy az alkalmazottainknak bitcoinban adhassunk fizetést, elfogadhassunk bitcoint az adókért, cserébe és díjakért, közüzemi számlákért, díjakért, és az adókat is lehessen bitcoinba fizetni, és még vizsgáljuk a lehetőségét annak is, hogy akár a városnak a pénzügyi mérlegére is felkerülhessen a bitcoin. Aztán arról beszélt, hogy több helyről is folyik be, áramlik be a tőke a kripto univerzumból a városukba, Miami-ba, beleértve a blockchain.com-ot is, ami New Yorkból Miami-ba fog költözni a cég, és csak ezen a héten bejelentettük, hogy a blockchain.com-nak a központja az egyik legnagyobb blokklánc és kriptokereskedelmi platform, ami 300 új állás lehetőséget nyitott, és 30 milliós visszatérő gazdasági hatása van a városukra, 30 millió dolláros visszatérő gazdasági hatása van a városunkra nézve. Ez egy olyan lépés, ami mint Miami lépése a bitcoin irányába. Az ellenséges oldal a bitcoinnal kapcsolatban végső soron el fog halni így is, úgy is. És igen, az USA egy erőművé fog válni a tiszta energiájú bitcoin bányászat szempontjából. És igen, a bitcoin tranzakciók gyorsabbak, és stabilabbak lesznek ár szempontjából nézve is, és végső soron a bányászat alapú blokkláncok végső soron a bányászat alapú blokkláncok mellett fognak dönteni az emberek, és nem a befektetés alapú blokkláncok mellett. És azt mondja, hogy amit én szeretek a bitcoin közösséggel kapcsolatban, az az elszántságuk, az energiájuk, az innováció fejlesztés iránti energiájuk is. És ez valami olyasmi, amit a saját városunk, Miami városa számára is ugyanezeket az utakat jelöljük ki, határoztuk meg, és mi is ezeken az irányokon tervezünk előrébb lépni. És úgy vélekedik, hogy természetesen még mindig vannak megoldatlan problémák a törvényi szabályozásokkal kapcsolatban. Hogyan fogják a kormányok kialakítani a politikájukat, anélkül, hogy ők irányítanák a valutákat. És na majd erre mindjárt visszatérek még a végét. Ezekkel a problémákkal kapcsolatban egyébként én magabiztos vagyok, hogy meg fognak oldódni hosszú távon. De végső soron egyetlen egy dolog van, amit tenni kell, meg kell venni az alját. Meg kell venni az alját, ugye már most megint leestünk itt 35-re, úgyhogy ezért lehet veszegetni. Azt mondja, hogy igenis a lilára visszatérve, hogy a kormányok nem fogják tudni kontrollálni a valutákat. Nagyon jó volt ez, és nem is tudom már melyik előadásban mondták, hogy nem tudom már, kimondta mindegy, de nagyon kíváncsi ő is rá, hogy hova juthatunk, akkor én is mondom már 1000 év után, mi a jó Istennek adunk fizetést a politikusoknak, mi a jó Istenért. Semmi értelme nincs. Attól fogják nem megvesztegetni, hogy 1-2 millió forint a fizetése, akkor adnak neki 10 milliót úgy vesztegetik meg. Tök mindegy, hogy mennyi a fizetése. Egy politikusnak nem lehet fizetése, mert semmi értelme, ő nem dolgozhat pénzért. Az országért kell dolgozni egy politikusnak. Az menjen politikusnak, aki tenni akar az országért, ne az, aki pénzt akar keresni. Hát leszarom, hogy pénzt akar keresni, akkor azért menjen seftelni a utcára, vagy akármi. Az legyen politikus, aki tenni akar valamit az országért. És ugyanígy mondták a konferencián is, hogy az lesz, hogy kivesszük a kormányoknak a kezéből azt, hogy ők irányítathassák a pénzügyi rendszert, semmi közük nem lesz a pénzügyi rendszerhez. Mi fogjuk fenntartani a saját pénzügyi rendszereinket, meg a nagy cégek, nem a kormányok. Na majd akkor hányan fogják felmondani a politikusok közül, hogy jaj, hát már ezért. Mondjuk az a baj, hogy így is úgy is közel lesznek a tűzhöz, tehát attól függetlenül úgy is fogják tudni, hogy melyik idézőjelbe, melyik telken fog majd vasút épülni 5 év múlva, és akkor mit kell megvenni olcsón, tehát így is úgy is hozhatják ki belőle a profitot maguknak. De fizetést ne adjunk már politikusoknak, mert mi a jó Istenért adunk. Ha valaki fizetést kér azért, hogy politizálni akar, akkor az nem politizálni akar, az csak pénzt akar gyűjteni. Az azért gazdag akar lenni, nem az országnak akar segíteni. Akkor az országnak akar segíteni, az semmit nem kér. Én se kérek semmit azért, hogy csinálom a bitcoin híradót.
egyáltalán nem, mert én segíteni akarok az országnak, meg a magyar embereknek. Ez így működik. Ez kéne, hogy legyen normális, csak hát nem ez a normális egyértelmű. Na jó, haladjunk is tovább. Azt mondja, hogy Tony Hawk, itt egy pár előre szedtem a híreket, amik a Bitcoin konferenciáról jöttek. Tony Hawk 2012-ben vette meg az első bitcoinját, miután azért Silk Roadról, a Sejemútról olvasott. Ugyan már Sejemút itt jelöltem ki, mást benne, aha, van itt még benne valami. Na mindegy, csak röviden, a Sejemút az ugyebár, az volt a világ legnagyobb fekete piac, a bitcoinnál kereskedtek rajta, de ott minden szerkereskedelem, meg drogok, meg fegyverek, meg rakéták, meg dukláris törtek, meg minden francok, gondolom, ilyeneket lehet kapni a Sejem úton. Egy német pali csinálta, ha jól emlékszek, legalábbis nem olyan németes volt. Na jó, azt mondja, hogy de ugye már erre már lecsaptak egy jó pár éve, meg ilyesmi. A 2012-ben gondolom, akkor csaptak le rá, és akkor tűnt fel. És miért tűnt fel Tony Hawknak akkor? Mert azt mondja, hogy épp olvastam arról a káoszról, a Silk Road-dal kapcsolatos, Sejem úttal kapcsolatos káoszról, ami, hogy mi minden történt akkoriban, és lenyűgözött az a fizetési összetevője az egésznek, amit használtak, és egyértelmű, hogy ez a bitcoin volt, amit a Sejem úton is használtak. És volt egy, igen, egy anonim oldala is az egésznek, de már csak alapból az ötlet is, hogy egy nagyon gyorsan és nemzetközileg lehet pénzeket utalni, ez a jövő pénzügyeit vetítette elém már 2012-ben is, azt mondja Tony Hawk. Szóval rögtön felkerestem, hogy hogyan tudok bitcoint venni, és itt mondja, hogy ő nem volt a Sejem úton, hozzátette, tehát ő nem, fekete piacon nem volt fent, csak ez nyitotta fel a szemét, hogy globális világszinten ilyen olcsón így lehet kereskedni. És milyen valutával lehet a hagyományos valuták mellett. Úgyhogy ő meg is vásárolta, ő vásárolt is bitcoin már 2012-ben. Hát akkor jó lehetett, mennyi lehetett 12-ben, vagy 10 dollár se egy bitcoin. Úgyhogy Tony Hawk így jött be az egy bitcoinnak a terébe. Azt mondja, hogy Floyd Mayweather, igen, kihurrogták, miután azt mondta, hogy más kriptovaluta is olyan nagyra nőhet, mint a bitcoin, ugyebár lesz majd neki boxmeccse valamikor, azt most nem tudom hirtelen, talán nem is írják, nem is ez a lényeg, lehúrra, átnézzük itt sorba, hogy hogy van az egész. Alapvetően a konferencia, bitcoin konferencia volt, és azt írták le, hogy ne is nagyon más kriptókról, ne is nagyon akarjanak majd beszélgetni, csak inkább a bitcoinról. Habár ezt már az első napon kiderült, hogy lehetetlen volt megállítani, mert rögtön többen is felhozták a DeFi-t is, a decentralizált pénzügyek témáját, meg az NFT-ket is. És akkor Mayweather Ethereum Maxos pólóba volt, miközben beszélt Ethereumosba, úgymond. És azt mondta, hogy bárki a kriptovilágban, vagy mindenki a kriptovilágban versenyez egyik a másikkal. Habár én úgy érzem, mint mindenki, hogy mindenki megválaszthassa meg saját magának azt, amit ő választani szeretne, azt a kriptovalutát, és álljon ki amellett, menjen azzal, amit ő akar, amit ő választ magának, úgyhogy ennyi. A végén viszont azt mondta, hogy én úgy gondolom, hogy lesz egy másik kriptovaluta, lesznek más kriptovaluták is, amik akkorára fognak nőni egy nap, mint a bitcoin. Ahogy ezt kimondtam, már jött is itt a hurrogás. I believe that it's going to be, you know, another cryptocurrency that's going to be just as large as Bitcoin someday. It's okay. Na jó, úgyhogy le is hurrogták, hogy lesz még akkora egy kriptó, mint a bitcoin, bár semmi nem kizárható, úgyhogy ez is benne van a pakliba. Jó, a bitcoin konferencián nem ez kellett volna erőltetni. Na mindegy, és akkor, de amúgy meg felháborodott itt a végére, úgyhogy ezért kis szemtelen ő is. Mert nem azt mondja, de ez a lényeg, hát mi is, én is azt mondom, hogy arany is nyugodtan legyen aranytartalék, minden legyen a világon, az is hagy maradjon, meg kriptovaluták is legyenek, meg ez nem az, hogy csak az enyém a jó, mert az már... Nem, ez egész mentalitás el van itt rontva, ha csak az a jó, amit én mondok, hogy csak az van. És azt mondja, itt már végén meg már arcoskodik, ahogy ezért elkezdték lehurrogni, hogy a kriptovaluták nélkül is képes voltam egy billió dollárt összegyűjteni, és akár kriptovalutákkal anélkül Floyd Mayweather mindig is rendben lesz, oké lesz, mondta híres boxoló a tömegnek. Tehát arcos között még itt a végén, hát én így is érek egy billiót, meg utána is fogok.
Úgyhogy nem mindegy, hát nem a legjobb figura, akit meg kell hívni a Bitcoin konferenciára. Na jó, nézzük tovább. Azt mondja, hogy Bitcoin a Holdra száll, és szó szerint, mert a BitMEX egy fizikai Bitcoint fog a Holdra letenni a negyedévben, ugyebár október, november, december magasságába fel fognak küldeni egy valódi Bitcoint a Holdra. Igen, a Bitcoin a Holdon, és sokan azt mondják, hogy igen, hogy a Bitcoin a Holdra száll, de általában az árat mondják, hogy a Bitcoin ára a Holdra száll. És a BitMEX ezzel szemben konkrétan úgy érte, hogy egy fizikális Bitcoint szó szerint el fognak indítani, kilőnek a Holdra. A BitMEX-et segítve, és hogy a BitMEX-et segítse a Holdra történő, Hold felszínére történő eljuttatásban, Bitcoinnak az eljuttatására, egy pennsylvániai kereskedelmi űr cég, az Astrobic Technology, aki egy vezető szerepet tölt be a robotikában, és a BitMEX támogatja őket is. Az Astrobic Technology-t választotta ki a NASA, hogy eljuttasson tudományt, felfedezést és technológiát a Hold felületére. A Peregrine a Hold leszálló egységgel. A Peregrine 1 az Astrobotic első kereskedelmi Hold landoló egysége, és novemberben fog, 2021 novemberben fogják kilőni. Igen, ebben a Bitcoint is magával fogja vinni. Ez lesz az első Bitcoin a Holdnak a felszínén, és fotóval is bizonyítani fogják, hogy letették a Bitcoin, letették a Hold felszínére ezt a Bitcoint. És igen, rengetegen mondják, ugyebár, hogy a Bitcoin a Holdra fog szállni, na mi most szó szerint a Holdra szállítjuk a Bitcoint, mondja a BitMEX-nek a vezérigazgatója, Alex Höppner, és a SpaceX-től a gyűlöletes Elon Musk-nak a tervével kapcsolatban azt reagálta, hogy a Elon Musk majd a Dogecoint a Holdra fogja küldeni, vagy a Dogecoint. Azt írta, hogy mi semmi, nem akarunk semmit negatívat mondani a kutyás pénzről, de úgy éreztük, hogy ez volt a helyes cselekedet, hogy segítsünk a Bitcoinnak a Holdra, hamarabb a Holdra kerülni, mint a Dogecoinnak. Úgyhogy oké, okay, Bitcoin lesz a Holdon jövő évre vagy év végére. Karácsonyra Bitcoin lesz a Holdon, ha minden jól megy. Az FTX meg most már átnevezte a elektronikus sport óriást, a TSM-et is. 210 millió dollárt fizetett a TSM-nek, hogy átnevezhesse TSM FTX-re az elektronikus sportok. Hogy hívják már? Sportszövetséget. Ez végül egy szövetség, ugyanúgy, mint a hagyományos, ezért boxolók, meg kosarasok, meg focisták, meg ez van, csak elektronikus világban. És akkor itt ezzel kapcsolatban lehet, hogy majd egy kicsit mutatok is. Na jó, legyen így az elején, mert ez StarCraft volt, csak hogy mik vannak, mert nekem az a kedvencem, és úgy látszik ez az amerikai cég TSM, vagy minek hívják őket, TSM. Nincs StarCraft csapatuk, na mindegy, olvasom egy kicsit aztán, majd utána az FTX kriptotős, de még egy átnevezéses üzletet kötött, miután ugyebár a Miami Heat Miami Arénát átnevezték FTX Arénára, és most több éves szerződést kötöttek az elektronikus sportok szervezetével, a TSM-mel is, 210 millió dollárért, és több, igen, számítógépes játékban is versenyeztetik, vagy indulnak a versenyzőik, mint például a Players Unknown Battlegrounds-ba, PUBG Mobile-ba, Tom Clancy Rainbow Six Siege-be, League of Legends-ba, LoL az még nagyon megy, Apex Legends-be, Valorant-ba, Hearthstone-ba és Super Smash Bros-ba. De StarCraft meg nincs közt. Tehát a LoL az mindig többen nézik meg ilyesmi, de hát a világ legkomolyabb számítógépes játék, amikor egy az egybe lehet küzdeni, az a StarCraft annál nincs komolyabb, nem létezik a világon annál komolyabb, mindjárt mutatok belőle egy kis részt. Amikor megismertem Sam Bankman-Friedet, rögtön tudtam, hogy együtt kell dolgoznunk, mondja az elektronikus sport top szervezetének az elnöke, ott a vezérigazgatója az egyesületnek, azt mondja, hogy nem csak, hogy a TSM FTX, az a közös név tökéletesen beleillik a márkánkba, emellett Sam még egy innovatív vezérigazgató is, aki
Fényévekkel a saját idője kora előtt jár, és minden mással ellentétben, mint egy fiatal és ambíciózus befektető, mindig is átütő sikereket ért el a piacon, az okos döntéseivel, és azzal, hogy okos emberekkel vette körül magát. Úgyhogy most már elektronikus sportok, ott is a lolos logó a háttérbe, úgyhogy ők is most már őket is veszem meg Sam Brickbergfield, hogy mindenhol ott az FTX-nek a neve, a kriptotőzsdéjének a neve. Azt mondja, hogy StarCraftból egy kicsit, ugyebár fú, StarCraft nekem a kedvencem, most vagy egy-két percet fogok róla beszélni. Ugyebár itt vannak emberek, akik is 200 egységet irányítanak. Jó, ebből most 60 meg 70 az dolgozik itt ötféle bázison nekik, mind a kettőnek külön-külön. A többi 130 meg 140 egységet, az 120 meg 130 egységet az külön irányítják, hogy melyik elét mit támadjanak. Az egyik pirosra a nagy csapattal megy fel, ott azt a bázis megtalálni térképen, a másik meg most jön le azért egy csapatával itt a másiknak a bázisát megtámadni, mert ha nincs bázis, nem tudnak nyersanyagot gyűjteni, nincs miből új haderőt építeni, úgyhogy fú, eszméleten erős, és ezért olyan percenként 300-400 parancsot, hát én mondjuk, hogy csak egy lájtos, ez egy olyan 300 parancsot adnak ki percenként ezek az emberek, olyan más percenként 5-5 ez a minimum, de amikor akció van, akkor 10-12 parancsot kiadnak egyetlen másodperc alatt. Nekem is a max annyi volt, mikor még 10 éve, még egyetemen, vagy 15 éve, még gyakorolgattam, hogy 12 parancsot kb. Annyit tudtam egy másodperc alatt, de az csak 1, 2, 3, 4 állisokat menjen mindig. Első csapat támad, második, harmadik, negyedik támad. Pik, meg lehet az egérre is nyomkodni, úgyhogy itt aztán pörög a keze az embernek kőkeményen, úgyhogy gyorsan egy kis, egy fél percet kis csatát belőle, az lett hangos. Mondja, mert támadja a védelmi rendszere, ez az egyik itt a másiknak, itt a piros bázisnál, itt a repülő cuccokkal, ezek a legnagyobb egységei a levegőben nem tudják védeni magukat. Nem is az a lényeg, a másik már csinál három kis egységet, de az nem lesz elég megvédeni magát. És akkor közben fenn már a térképen vándorol be a nagy csapatával a piros, hogy meg lenyomja a kéknek a bázisát, mert most a kék támadja a pirosat. Fenn már másik oldalt megy a nem tudom hány száz emberével, vagy hogy akkor megtámadja a másik oldalt. Ugyebár itt jön a másik egység, itt is rengeteg egység van benne, nem tudom, hogy 6-8 fél évből állhat össze át neki most, vagy 4-5, vagy nem tudom mennyi lehet, árkonok, templárok, meg minden egyéb, meg akkor ezeket megint, ezek mind külön egységek, külön irányítja azokat a pici hajókat, azok automatán mennek, hát meg egyébként azt is rá lehet mindegyikre mondani, hogy menjen és akkor lőjenek, amit érnek, maguktól csinálják, de az a tiszta, ugyebár ha mindez szinte már egyesével tudja irányítani az ember, meg lesznek majd itt villámok, amiket megint egyesével kell lepakolgatni a területekre, külön gombokkal, itt a kis emberekkel, hogy akkor azok is sebezzék az ellenfelet, úgyhogy annyira összetett, hogy embertelen ez a legszebb, a legcsodálatosabb játék a világon, ha egy az egyben valaki meg akar mérkőzni valaki mással. This arrow army is still very powerful. Sarah has been very patient so far, using energy of his vipers. He's thinking about it, baiting out some storms. This is where the ultras do get on top of the item. És akkor jönnek, most támadnak be a kékek, és ezek a levegő elleni haderő próbálják a levegőjét kinyírni, de a másik meg mindjárt csinálja az egységeket, itt beteleportálja, hozza a plusz egységeket, amikkel megint rá tud támadni a légegységekre, hogy megvédje ezt a flottáját. Well, this seems go time for Cerro, as he gets all of his corruptors on top of these carriers and the fortress. I gotta say, with this many fortress still around and a couple of stalkers being wiped in as well, this has gone really good for stats. Yeah, you know, Cerro went in when the prismatic alignment was still... És akkor már menekíti ki a dolgozókat, ugyebár mert azt meg újra, mire újra gyártja, az percekbe telne, az rengeteg vagyonkiesés, meg addig nem tudnak termelni, amíg nincsenek dolgozók, hogyha már menekíti ki a dolgozókat innen, viszi át a térképen egy másik bázisra, mert hogyha ezt kinyírják, akkor legalább a dolgozók ne halljanak, hogy majd épít máshol egy másikat, hogyha tud, és akkor átveszi oda őket, ne kell újra termelni. So, only halfway done. There was plenty of opportunity for the Voidries to really do what they are best at. Szintén zenész a másik oldalon, itt is nyírják ki a szélső bázisát, és akkor ő is menekíti a dolgozóit. We'll just take out corruptors when usually we see... És itt már le is szedték, maradjunk ennyibe, jó, itt leszedték ezt a plusz bázist, már csak négy bázison maradt a Zerg, meg 1, 2, 3, 4, 5 bázison van még a Protoss, úgyhogy Protoss is, nem tudom most melyik fogja a végén megjelenni, na mindegy, de ez annyira új, én ezt imádom, tehát aki ilyeneket fel tud fogni, anélkül ne legyen, hát akkor tudja az ember átlátni ezeket az univerzumokat, az új világokat, más világokat, hogy ilyen szintű dolgokat fel tud fogni, hogy működik 40 féle különböző egység, meg különböző képességekkel, meg akár a WoW-ba, akár a StarCraft-ba, ilyen Blizzard szinten univerzumokban tud gondolkodni az ember, de akkor lehet a kriptovalutákba is. Amúgy nem nehezen fogja az ember megérteni, hogy fel tudjon dolgozni 50 vagy 100 féle kriptovalutát, hogy melyik mit tud, meg melyik mit csinál, hogyha ilyen szintre nem tudott eddig eljutni.
Úgyhogy jó, full respect. Jaj, StarCraft nagyon jó kis tudsz. Persze nincs időm vele foglalkozni már évek óta, de majd, hogy nyugdíjban megyek, akkor kicsit visszatérek rá, mert nagyon jó kis dolog. De most örülök neki, mert plusz megoldásnak a StarCraft-ért úgyis, hát az izé napi fő, 14-16 órába kéne nyomni, hogy azért valahogy komolyabb pénzt tudjon vele keresni az ember. Ugye mert rengetegen, nem tudom, több százan vannak fizetésére, azért kapnak fizetést, hogy játszanak, illetve egymással meg tudnak mérkőzni. Meg díjakat nyernek, meg ilyes, meg reklámoznak közben, ugyebár mindenféle számítástechnikával kapcsolatos terméket, meg ez az. Na de StarCraft az izé, rulez, az nagyon király dolog, segíti az embernek a gondolkodását kőkeményen. Jó, haladjunk tovább a hírek irányába. Azt mondja, hogy Shanghai-ban 3 millió dollár értékben fognak digitális yuan-t kiadni, lottón, hát ez mindig, hogy úgy randomba, hogy majd izé, jó bevált izé, kínai lottó van, majd azon eldöntik, hogy ki fog kapni ezekből. És ez a része annak a törekvésnek a kormány részéről, hogy egyre jobban elterjeszték a digitális yuan-t. A lottó rendszeren keresztül lesz kiosztva, azt fogja majd eldönteni, hogy ki kap belőle, meg ki nem. A lottó győztesek 350 ezer digitális vörös borítékot fognak kapni. Ezeknek mindegyike 55 digitális yuan fog tartalmazni. Igen, és ezt WeChat-en jelentették be, a hivatal WeChat-en jelentette be, ezen pislogok olyan, mintha ez. Bár mondjuk nekünk is YouTube-ra már tesznek fel a politikusaink videókat, meg minden. A WeChat az Kínának a Facebookja kb. Mikor kint voltam 19-ben, már akkor is annyira a WeChat ment, hogy semmi más. A WeChat, és nem csak beszélgetésre, hanem ugyanúgy hozzá volt, már akkor 2019-ben Kínába hozzá volt kötve a bankkártyájuk a WeChat-hez. Őt már senki nem hordott papírpénzt, már 2019-ben se Kínába. Mindenki a telefonjával fizetett, azt köszönjük szépen. Azt mondja, hogy, és ez egy kínai hagyomány, azért jelöltem csak lidával, hogy ez ilyen tanuló sztori, egy kínai hagyomány, hogy a vörös borítékok kisebb csomagok, amíg pénzt tartalmaznak, általában gyerekeknek adják, vagy családtagoknak, barátoknak, alkalmazottaknak, ami jó kívánsági szándékkal adják ezt nekik, és a vörös szín Kínában az energia és a boldogság szimbóluma. Ugye már tök fura, hogy Japánban a fehér a halálnak a színe, Kínában meg a vörös az meg az energiának, meg a boldogságnak a színe. Nem a vérnek, meg ilyeneknek, úgyhogy ez egy tök érdekes dolgok. Na jó, haladjunk tovább. A shanghai hatóságok meghívták a fogyasztók, a tök minden, az a lényeg, fel lehet iratkozni a lottóra az állampolgároknak, és június 5-e és 6-a közt lehet feliratkozni, regisztrálni a lottóra. És hasonló próbák elindultak már több más kínai városban is, mint a fővárosban Pekingbe, Shenzhenbe, Chengduba és Suzhouba. Azt mondja, hogy média jelentések azt mutatják egyébként, hogy óckodnak, tartózkodnak a kínaiak, nem igazán akarnak abba ebbe részt venni, mert a privát életüket, meg a kormányzati behatást, meg kormányzat, hogy ezért, hát egy kormányzat nagyon nagy, egyedül uralkodó lesz, meg ő fog irányítani az embereket, ettől kicsit félnek a kínaiak, úgyhogy kicsit óckodnak ettől az egésztől. Hiába digitális yuan, meg ez az amaz. És sokan hezitálnak, amiatt is, hogy a megszokott mobil fizetési applikációjukat, mint a WeChat-et, vagy az Alipay-t, azt leváltsák a digitális yuan-ra. Ők tök jó megvannak a WeChat-tel, meg az Alipay-jel. Úgyhogy oké, ez megy Kínában. Azt mondja, hogy a G7-ektől a pénzügyi szervezetek azt mondja, hogy a pénzügyminiszterek és a központi banki hivatalnokok találkoztak, és próbálják lefektetni az alapjait az államilag a központi bankok digitális pénzeinek erre az évre vonatkozóan. Június 4-én, 5-én találkoztak, ez volt az első szemtől-szembe találkozó a pénzügyi vezetők közt. Mióta a G20-as pénzügyi vezetők összeültek Szaúd-Arábiába tavaly februárban, a meeting virtuálisan is... A meeting... Mindegy, május 28-án volt egy virtuális megbeszélés is. A G7-ek egyébként kiből állnak, az USA-ból, az Egyesült Királyságból, Japánból, Németországból, Franciaországból, Olaszországból és Kanadából. Ezt most itt nem a központi digitális pénz, hanem ezt általánosságban mondják, úgyhogy ezt ki tudtam emelni Lilával. Azt mondják, hogy
az innováció, a digitális pénzek és fizetési lehetőségek terén, abban megvan az a potenciál, hogy jelentős pozitív hatásokat hozzon, de ezzel szemben politikai és szabályozási problémákat is felvet. De itt a lényeg, hogy significant benefits, nagyon pozitív hatásai lesznek a digitális pénzeknek, és akkor tovább már csak az saját papír vagy digitális pénzüket nyomják, azt mondják, hogy a központi bankárok a G7-ekből, hogy felfedezték a lehetőséget, a kihívásokat és a igen, monetáris és pénzügyi stabilitási hatásait is a központi bankok digitális pénzeinek. Elkötelezték, hogy együtt dolgoznak a pénzügyminiszterek és a központi bankok, hogy igen, szélesítsék a rálátásukat, meg a törvényeket együtt hozhassák. Igen, és azt szeretnék, a központi bankok digitális pénze az likvid lenne, tehát hogy nagyon könnyen lehetne kereskedni vele, bármikor lehetne adni-venni, egy pozitív alapot adna a vagyontárgyaknak, és jaj, de gyorsan akartam, a vasmacska az, mi lehorgonyozná a fizetési rendszernek, ez lenne a horgonya, ez kötni oda mindent, a digitális pénzéhez lenne minden kötve, ezt szeretnék ők. Az ő céljuk az, hogy biztosítsák a központi bankok digitális pénzeit, hogy megvessék a lábukat hosszú távon a publik nyilvános szektorban, és átláthatóak legyenek a és csengő pénz alapú kormányzásra álljanak át, úgyhogy ezért legyen valami értek. Hát de az nem lett csengő pénz, ha abból is így nyomtatnak 20%-kal többet egy év alatt. Mindegy, azt mondja, hogy egy CBDC-nek, központi bankok digitális pénzeinek ellenállónak és energiahatékonynak kell lenniük, támogatniuk kell az innovációt, a fejlesztéseket, úgymond a competition-t, a versenyhelyzetet, az inclusion-t, a belefogadást, beleértést, hogy ne zárhassák ki így már tényleg a szegény embereket a bankrendszerekből, és fejleszteniük kell a határon túli fizetéseket, vagy tranzakciókat, fizetési lehetőségeket. Igen, a helyes jogi keretek közt kell, hogy történjenek, és minimalizálják a spillovereket, a túlcsordulásokat. Hát itt szerintem ezzel arra akartak utalni, hogy ne lehessen nagyon többet nyomtatni a semmiből, fedezet nélkül belőlük, de hát ezt nem hiszem, hogy fogják tartani. Azt mondja, hogy az alapvető, hát az a lényeg, el fognak indulni, ezek mentén, amiket leírtak, ezek mentén fognak elindulni, és a végkövetkeztetést még az év során próbálják majd kiadni erről az egészről, hogy mire jutottak ezzel kapcsolatban. Oké, a ukránoknál nagyon nyomják, a Binance nagyon nyomja a kriptoreklámokat a legnagyobb ukrán városokban. Azt mondja, hogy vonatokon, trolikon nyomják Ukrajnába, itt vannak fent a Binance-nek a hirdetései. Azt mondják ezekben a hirdetésekben, hogy nappal blogger, éjszaka kereskedő, vagy nappal tervező, éjszaka kereskedő. Azt mondja, hogy majd trolival, holnap egy gelikkel, a gelik amúgy ez a merci, ami itt van, egy luxus terepjáró, a gelik, az egy slang szó, a Porsche, a Mercedes-Benz G-Class osztályára, Geländewagenre, ez a gelik, jó, ezeket is mondják, de ez a busz, én a buszon haltam le legjobban, hát én 5 éve, 8 éve járogattam ki, nem is tudom. Hát mikor volt, negyedéves leltáraink voltak, utána álltunk át fél évesre, vagy ilyesmi. Negyed évente jártunk ki Ukrajnába céggel leltározni, még ilyenek. Ukrajnában nem ilyen buszok vannak, ez tök szépen néz ki. Ukrajnában ilyen buszok vannak, vagy már mondjuk nem voltam egy pár éve, de ezek, na ez a nem nyengi, hogy ez volt az ukrán busz. Így nézett ki, ennyire voltak lepukkanva, meg koszosak, ezért minden. Fú, nagyon durva volt. Úgyhogy jó, azt mondja, hogy nem ez az első kriptojelek, a bitcoin barátságnak a kriptojelei Ukrajnában, hiszen körülbelül 2 évvel ezelőtt a ledek, amivel kiírták a villamosra, már akkor is voltak itt a helyi vinciai
szállítmányozási cég, társaság, a Trump Car, vagyis a Trump, a helyi szállítmányozási cég itt Vinciába, ők már itt a villamoson megjelenítették, hogy Bitcoin to the Moon, Bitcoin a holdra számál, ez 2 éve ment Ukrajnába a villamoson. És akkor azt mondják itt a végén még, hogy Ukrajna feltörekedett az elmúlt években, mint egy kriptobarát célállomás, vagy végállomás. A Chainalysis az országot az első helyen tartja számon, több mint 150 ország közül az elmúlt évben a globális kriptoadaptációs index szerint, tehát hogy ahol a legnagyobb a kriptovaluta elfogadás, legtöbben fektetnek kriptovalutába, az Ukrajna világszinten jelenleg. Úgyhogy így állunk, így halad a világ. Azt mondja, hogy a kimutatás, igen, azt mutatja ki, hogy a nigériaiak 36%-a, a nigériai felnőttek 36%-ának semmi, egyáltalán nincs egy bankszámlája se. Teljesen ki vannak zárva a pénzügyi rendszerből, csak papírpénzt tudnak kereskedni egymással. És a digitális pénzügyi szolgáltatások, azok növelni fogják, segíteni fognak ebben, hogy nekik is lehessen, nekik is közük lehessen egy világszintű pénzügyi rendszerhez. Azt mondja, hogy a népességük gyorsabban nő, mint ahogy a pénz, mint ahogy bankszámlákat tudnak csinálni az embereknek létrehozni, mert mondják, volt itt azon, most nem ragadok le a cikkbe, hogy ja, hát egyik oldalon ugyebár a kormány azt mutatja, hogy ja, hát egyre több embernek van már bankszámlája, egyre többen be tudtunk vonni a piacra, csak hát több ember születik, mint amit be tudnak vonni, olyan lassan csinálják, úgyhogy ez megint statisztika, kozmetikáció, házon belül azt mondják, hogy de jók vagyunk, nőnek a számok, közben összességében, ha összevetjük, akkor meg csökkennek a számok. Hát ez már csak így megy mindenhol. Azt mondja, itt látni is a számokat a legnagyobb országokban, itt hányan a pirossal jelölik, hogy hol nem férnek, nincsenek egyáltalán még bankszámlájuk se az embereknek, ilyen Burkina Fasóba, meg Kamerunba, meg Tanzániába, Ugandába, Nigériába, Namíbiába, ezeken a helyeken, hú, több mint a 20%-ának nincs az embereknek még egy bankszámlája se. Semmi köze a bankrendszerekhez. És növekszik egy jelentőség a digitális pénzügyi szolgáltatásoknak. A növekedés a digitális pénzügyi szolgáltatásokban az ügynökhálózatok és a mobiltelefonos tulajdon, most mobiltelefon tulajdonlás, hogy most már 81%-on van, az embereknek gondolom annyiaknak van, hogy hívják, a mobiltelefonja vagy okostelefonja. Ez fényvilágít arra a lehetőségre, hogy én gyorsabban lehetne növelni és bevonni az embereket a pénzügyi szolgáltatásokba egy mobiltelefonon keresztül, meg mobil pénzen, meg digitális pénzen keresztül, mint a hagyományos bankrendszereknek a megoldásain keresztül. És azt mondja, hogy egy afrikai pénzügyi cég, pénzügyi startup cég, a Chipper Cash 100 millió dollárt gyűjtött, és a vezérigazgatójuk azt mondja, hogy sajna, Nigériának nem adhatnak semmilyen kriptoszolgáltatást, mert elő volt, hogy bár Nigériából be vannak tiltva, már megint a kormányuk betiltotta a kriptovalutákat. És akkor a Chipper Cash új afrikai unicorn is van, egy új hatalmas kriptocég van feltörekvőben, a Chipper Cash, aki a figyelmét felkeltette a Venture Capitalnek, a Venture Capital pedig egy olyan cég, ami USA-ban egy pénzügyi technológiáknak a kereskedelmi bankja, és a Silicon Valley-nek a bankja. Úgyhogy USA támogatja ezt az afrikai startup céget. Azt mondja, más afrikai pénzügyi technológiákkal foglalkozó startup cégek, és kaptak támogatást, persze nem ekkora mértékben, mint például a Flutterwave, a Timebank és az OPay. Azt mondja, hogy a kriptoszolgáltatások és a nigériai központi bank tiltása. Azt mondják itt a kripto cégtől, hogy az a céljuk, hogy amit értékesnek találnak a felhasználóik, azokat a termékeket tudják még nagyobb számban növelni, meg kiadni, meg mindenkinek számára elérhetővé tenni. És ahogy elképzelhetitek, hogy a kriptovaluták az egyik ilyen technológia, amit nagyon széles körben elterjedt Afrikában, és több feltörekvő piacon is. Szóval hatalmat akarunk adni számukra, hogy hozzáférhessenek a kriptovalutákhoz, képesek legyenek venni, tartani és eladni is kriptovalutákat bárhol, bármikor. Habár a vezérigazgatójuk azt tisztázta, hogy a Chipper Cash jelenleg nem ajánl fel kriptovalutákkal kapcsolatos szolgáltatásokat nigériai ügyfelek számára,
mivel a nigériai központi bank kriptovalutával ellenes törvényeket hozott, és azért sajnos ezt nem tudják megtenni, de a cégük még mindig áll elébe, hogy ők szívesen segítenének Nigériának is, elérhetővé teszik a kriptovaluta a kereskedést Nigériában is, amint megengedi a kormányok, hogy szabadon kereskedhessenek ismét kriptovalutákkal. Oké, elértünk a végére, tegnap volt egy hőmérséklet, ma legyen egy csapadék, mikor, hogy fog esni, mennyire, azt mondja, hogy 12 csöppet előre vagyunk. A hatodika, ez itt vasárnap, mindenki nézze meg, hol van, és akkor indul a vonat, ez itt most vasárnap. Hétfő, kedd, szerda, csütörtök, péntek, szombat, vasárnap, egy hetet előre mentünk. Hú, hát péntekig olyan gyönyörű napsütési időnk lesz, hogy egy felhőt nem lehet kb. Látni majd az égen, ahogy nézem, és akkor úgy jövő hét végére már jönnek majd az én nyári záporok megint vissza. Köszi szépen, hogy meghallgattatok, holnap ismét jövök a friss hírekkel, további szép napot mindenkinek, sziasztok! Do it all yourself. I ain't getting help from no one.